Jó estét kívánok! Önök a hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. A növekedő vízigény ellenére a Bács Víz ZRT biztonságosan ki tudja szolgálni a fogyasztókat. Küzdelem a szárazság ellen nem kíméli az aszály a növényzetet sem. Péntek éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. A jelentősen megnövekedő vízigény ellenére a kecskeméti régióban nem várható vízkorlátozás bevezetése. A Bács Víz ZRT folyamatosan és biztonságosan képes kiszolgálni a fogyasztókat. A komoly kánikulában felértékelődik a víz szerepe. Az édes víz nagy kincs, a kánikulában pedig jelentősen megnő a vízhasználat. Kecskeméten egy átlagos napon körülbelül 20 000 köbméter a vízigény, ami a lakosság, az ipar, a közintézmények összesített vízigénye. A kánikulai napokon viszont ez fölmegy 26-28 ezer köbméterre is, tehát látható, hogy 20-30-35%-os kánikulai extra is megfigyelhető a vízigényekben, és nagyon örülök annak, hogy ezeket mi ki is tudjuk elégíteni. Kurdi Viktor elnök vezérigazgató hozzátette, a Kecskemétet ellátó két vízműtelep kútjai összesen 40.500 köbméter kapacitással rendelkeznek. Vízhiány így csak lokálisan jelentkezhet csőtörés vagy más meghibásodás miatt, ehhez azonban a kánikulának ilyenkor nincs köze. Ezek a kutak 200-400 méteres rétegből nyerik ki a vizet, a visszapótlás és a kivétel jelenleg is stabilan egyensúlyban van. Nem várható tehát vízkorlátozás. A kecskeméti vízellátó rendszeren azt gondolom, hogy ez nem fog bekövetkezni a középtávú jövőben sem. A kecskeméti vízellátó rendszer az Ballószög, Helvécia és Kecskemét településeket tartalmazza. Az elnök vezérigazgató felhívta rá a figyelmet, hogy bár az ellátás stabil, a vízszennyezés továbbra is nagy ellensége a biztonságos ellátásnak. Az édesvíz közös kincsünk, őrizzük azt meg! Ha az éghajlat ilyen ütemben változik, akár az erdők is eltűnhetnek az Alföldről, figyelmeztetnek a klímakutatók. Mindenkinek szerepe van abban, hogy amennyire lehet, a melegedő idő hatásait ellentételezzük. Mindenkinek egységesen cselekednie kell, ha meg akarjuk őrizni eddigi életünket. Sem a városban, sem a külterületen nem kíméli az aszály a növényzetet. Mindez sajnos komoly változásra utal. Az idei aszály megmutatta, még a legnagyobb fák sem vészelnek át mindent gondtalanul. A meleg a növényekre, a mezőgazdaságra, a szervezetre és az életünk minden területére kihat. Sokan reménykednek abban, hogy az idei extrém időjárás csak egy egyedi, véletlen jelenség. Rossz hír, valószínűleg nincs annyi véletlen, ami az elmúlt évek szélsőségeit indokolná, hangsúlyozza ma már a legtöbb kutató. Az egyik legnagyobb feladat ma, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amely segít a vizet a talajba juttatni. Ehhez azonban tudatos építkezés kell, illetve a meglévő elavult térburkolatok cseréje. A növénytakarók felületének növelése saját házunkban és a köztereken egyaránt jó módszer lehet. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Péntek éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben hazánk egész területén. Ezt az országos tiszti főorvos rendelte el. A legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, mindenki igyon sok folyadékot. Az orvosok szerint a kánikula már nem csak az idősekre, a gyerekekre és a krónikus betegekre jelent különösen nagy veszélyt, hanem mindenkire. Ha pedig valaki autóban hagyott gyermeket lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A házi kedvenceket sem lehet ilyen hőségben őrizetlenül az autóban hagyni. Tegnap pedig megdőlt a napi országos melegrekord Baján, illetve Kübekházán, a délutáni órákban 37 fokig melegedett fel a levegő, ezzel pedig sikerült túlszárnyalni a korábbi 36,8 fokos értéket, amelyet még 1946-ban mértek Pécs városában. Felvágták a szegények kenyerét az új kenyér ünnep alkalmából a Károly Wojtyla barátságközpontban. Az eseményen megemlékeztek Szent Istvánról és az államalapításról. A Kunna Család zenei előadásával kezdődött az új kenyér ünnepe a Károly Wojtyla barátságközpontban. Az eseményen Szent István államalapítónkra emlékeztek a jelenlévők. Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke ünnepi beszédében elsőként arról beszélt, hogy régebben a búzát úgy emlegették, mint az élet.
Mint mondta, fontos, hogy gondoljunk másokra is, kívánva, hogy szaporodjunk, növekedjünk és tiszteljük ősénket és azokat, akik az asztalra teszik kenyerünket. Ezt követően Jánosi István önkormányzati képviselő kitért Szent István korszakára, és hogy azóta mennyi mindent értünk el, kiemelve, hogy tudjunk az elmúlt évszázadok erejével belenézni a következő évekbe. Augusztus 20-a a nemzeti megmaradás ünnepe is egyben, amelyet főleg az új kenyér jelképez. A mai eseményen Farkas Pi József, a Vajtéla megalapítója átadta Horváth Attilánénak, a Városi Szociális Közalapítvány elnökének, és Holló Tibornak, a Holló Gasztró Kft. Ügyvezető igazgatójának a Karol Vajtola életműdíjakat. Végezetül dr. Finta József érseki helynök megáldotta a szegények kenyerét, majd Lévai Jánosné tanácsnak önkormányzati képviselővel közösen felvágták és szétosztották a jelenlévőknek a kenyeret. Újabb segélyszállítmány érkezett Beregszászra szerda délután az orosz-ukrán háború elől menekülők segítségére. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának jóvoltából ezúttal egy tonnányi tartós élelmiszer, takarók és higiéniai termékek értek célba. Szerdán délelőtt újabb adomány indult útnak Kárpátaljára a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának Hofman utcai telephelyéről. Az egy tonnányi tartós élelmiszerből, higiéniai termékekből, ruhákból és takarókból álló segélyszállítmány késő délután érkezett meg Beregszászra. Beregszászon az orosz-ukrán háború elől menekülőknek van szükségük folyamatos segítségre. Makuk János, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetője telefonon jelentkezett a helyszínről. A háború következtében nem megfizethetetlen kategóriába kerültek az élelmiszer árak nagyon-nagyon sok ember számára, tehát ez a legnagyobb segítség, amit csak lehet most, az élelmiszer eljuttatása, nem csak Kárpátaljába, de egész Ukrajnába. Makuk János kiemelte, főként az időseknek és a nagycsaládosoknak van szükségük támogatásra. Hamarosan kezdődik az iskola, jelenleg az is kérdéses, hogyan tudják elindítani az oktatást. Nagyon-nagyon sok gyermek ezért lehet, hogy nem jelenléti oktatásba, hanem online oktatásba fogja kezdeni az évet, aminek a hatékonysága az sokkal-sokkal gyengébb, mint a jelenlétinek, hisz ezt tapasztaltuk a két év Covid alatt. Az idősek számára tüzelőanyag nagyon fontos lenne, hogy ezt tudnánk beszerezni. Mert valószínű, hogy lesz tél, és valószínű, hogy hideg is lesz. Kecskeméten az adományokat továbbra is a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Délalföldi Regionális Központ Hofman utcai telephelyére várják minden hétköznap. Egyeztetni telefonon a 0676 506 124-es telefonszámon lehet. Augusztus 20-án jelentősen megnövekedhet az utasforgalom, főként Budapestre utazhatnak sokan az ünnepi rendezvényekre, a Szentjobb körmenetre és az esti tűzi játékra. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket. Az augusztus 20-ai ünnep miatt jelentős utasforgalom várható ezen a hétvégén. A pénztárak előtti sorbanállás elkerülése miatt érdemes a jegyváltáshoz igénybe venni az 5%-os kedvezményt nyújtó automatákat, vagy 10%-os kedvezménnyel az online jegyvásárlást. Az esti tűzijátékról hazautazók kényelmesebb eljutása érdekében a MÁV start a vonatokat, a lehetőségekhez képest több kocsival és emeletes motorvonatokkal indítja el. A tűzijáték után nagyobb kapacitással közlekedő vonatok, többletjáratok is indulnak majd. Az augusztus 20-ai ünnepi eseményekről a Volánbusz autóbusz járataival is hazautazhatnak a résztvevők. A Volánbusz járatai augusztus 19-én pénteken, a hét utolsó nyári tanítási szünetes munkanapján, 20-án szombaton munkaszüneti napon, 21-én vasárnap a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek. A fővárosból menetrend szerint közlekedő közvetlen járatok utolsó indulási időpontjai a Volánbusz honlapján érhetők el. Sokan már elkezdték beszerezni a tüzelőnek való fát. A hirdetésekben feltűnnek rendkívül olcsó, jó minőségi akciós tűzifa ajánlatok. Azonban kevesen gondolnak arra, hogy akár csalás áldozataivá válhatnak. A figyelem felhívó közleményt az elektronikus lakossági bűnmegelőzési információs rendszer adta ki.
Közeleg a fűtési szezon, amivel párhuzamosan beindulnak a tűzifacsalók is. Az elektronikus lakossági bűnmegelőzési információs rendszer arra figyelmeztet, hogy először is mindig győződjünk meg arról, hogy valóban a megrendelt mennyiség érkezette meg a tűzifából. Lerakodás után érdemes meggyőződni arról, hogy a teherautón a lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy, például autógumi papírhalom, amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. A családtagok segítség idős hozzátartozóikat a tűzifa megrendelésében. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb áról szóló ajánlatokat jól át kell gondolni. Ha nem ismerjük a vállalkozót, céget, ne utaljunk előre és ne adjunk át pénzt. Tűzifát csak szállítójeggyel lehet átvenni. Lerakodás előtt alaposan érdemes megnézni a kiszállított fát. Csak akkor fizessünk, ha a szállítmány már megérkezett és lepakolták, illetve érdemes meggyőződni arról, hogy az eladót a későbbiekben is el lehet érni. A tűzifa vásárlás szakértelmet igényel, soha ne a legolcsóbb ár alapján, hanem az eladó megbízhatósága, ismertsége alapján válasszunk. Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón. Baleset történt ma reggel Kecskeméten a Szolnoki úton. Egy kerékpáros súlyosan megsérült, kórházba szállították. Információink szerint a Szolnoki úti aluljáró utáni zebrán kelt át egy kerékpáros, akit egy személyautó elütött. Az autós félrerántotta a kormányt, aminek következtében egy másik személygépkocsival is összeütközött. A helyszínre riasztott esetkocsi egy súlyos fej- és végtagsérültet látott el, majd a helyszíni ellátást követően kórházba szállították a kerékpárral közlekedő férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés két sávon tudott haladni rendőri irányítás mellett. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Megszületett Huba, a kecskeméti vadaskert kiscsacsia. A történet pikantériája, hogy napra pontosan 6 évvel ezelőtt jött világra szintén egy házi szamár az állatkertben. A kiscsikó és édesanyja szétválaszthatatlanok. Újabb kiscsacsi született a kecskeméti vadaskertben kedden. Napra pontosan 6 évvel ezelőtt jött világra szintén egy házi szamár az állatkertben. A fiatal tenyészpár csikóját Hubának hívják. Első ízben született Niki és Sancho párnál kiscsacsi. Az éjjeli őr vette észre, hajnalban kora reggel érkezett a gondozó, és látta, hogy szépen felszáradt, rendben volt, evett, úgyhogy ahhoz mérten, hogy első csikó nagyon erősnek bizonyult, úgyhogy már is látható, láthatják a látogatók, pihen az anyával. Huba már az első naptól látható a kifutóban, nem rejtőzik el, viszont édesanyjától elválaszthatatlan. A dámszarvasoknál az anya elrejti a borját a ház mögé, farakás közé, gyökerek mögé. Itt a csacsiknál az anya félti, tehát a gondozó egyértelműen észrevette, hogy tőle félti, nem lehetett közelebb menni hozzá. Azt is megtudtuk, hogy a közeljövőben dámszarvas, indiai antilop és kisláma is fog születni, de régóta nem látott állatfa is érkezik hamarosan a vadaskertbe. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. A jelentősen megnövekedő vízigény ellenére a kecskeméti régióban nem várható vízkorlátozás bevezetése. A Bácsvíz ZRT folyamatosan és biztonságosan képes kiszolgálni a fogyasztókat. Sem városban, sem külterületen nem kíméli az asszály a növényzetet. Ha az éghajlat ilyen ütemben változik, akár az erdők is eltűhetnek az alföldről, figyelmeztet a klímakutató. Még a magasabb talajvízszinttel bíró városi környezetben is gondot okoz sok növénynek az életben maradás. Péntek éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, tegnap megdőlt a napi országos melegrekord baján. A legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, mindenki igyon sok folyadékot. Felvágták és szétosztották a szegények kenyerét az új kenyérünnep alkalmából a Károly Wojtyla Barátság Központban is megemlékeztek az államalapításról. Az eseményen átadták a Károly Wojtyla életműdíjakat is. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kiemelő című magazinunk következik. Péntek éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben hazánkban, a nagy meleg következményeiről és a jelenlegi hőhullám enyhüléséről kollégánk Molnár H. Boglárka meteorológussal beszélgetett. Magazinunkban továbbá arra keressük a választ, mit tehetünk a klímaváltozás gyorsuló üteme ellen. Hogyan maradhat élhető a környezetünk?
Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 34 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken is folytatódik a nyári kánikula, hajnalban 22 fok várható, napközben 39-40 fokig is felmelegedhet a levegő. A délutáni órákban záporokra, zivatarokra kell számítanunk. Szombaton enyhülni fog a kánikula, erősen felhős lesz az ég, nagy eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A térségünket elérő hidegfront miatt napközben 28 fokig hűl majd a levegő. Vasárnap erősen felhős idő lesz a jellemző, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet térségünkben 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok között alakul.